mivel a kisvárdai csapat a legutóbbi fordulóban pályája használhatatlansága miatt nem játszott, két hetet készülhettek a játékosok a felcsúti kirándulásra. A szakmai stáb így az elmúlt héten a fizikai felkészítésre helyezte a hangsúlyt, ezen a héten pedig a taktikai elemek gyakorlása került előtérbe. Révész Attila szakmai igazgató egyrészt örült a plusz felkészülési időnek, másrészt viszont sajnálta, hogy a csapat kiesett a bajnoki ritmusból. Mint elmondta, a tavaszi nyitófordulóban elszenvedett soroksári vereség után jó lett volna minél hamarabb javítani, így viszont a bajnoki címre leginkább esélyesnek tartott Puskás Akadémia otthonában kellene pontot vagy pontokat szerezniük a kisvárdaiaknak. Puskás az magasan esélyes, olyan játékot produkáltak most hétvégén is, amelyet egyetlen egy csapat sem tud. Helyszínen tekintettem meg a kozármesteri meccsüket ebben az osztályban, és hát nem ígérkezik könnyűnek, ez egy óvatos megfogalmazás, de természetesen mi csapatunkban is vannak olyan játékosok, illetve van olyan rendszerünk, amely képes lehet egy-egy mérkőzésen akár meglepetést is okozni. A csapat középső védője, Vermes Krisztián arra számít, hogy sok dolga lesz a Pancsó arénában, ettől függetlenül bízik abban, hogy nem pont nélkül térnek majd hazafelcsútról. Azt mondom, hogy a stabilitás a legfontosabb mindig, tehát abból kell kiindulni, hogy tényleg ne kapjunk gólt. Biztos, hogy nehéz lesz nekünk, ismerem azért jó pár játékosnak a játékát. Személyesen is azért sokukkal játszottam, és tényleg azt mondom, hogy ők is általában a futballt választják, tehát azért megpróbálnak okosan helyezkedni, de most valószínűleg azért megpróbálják megmutatni ellenünk, hogy azért motiváltak is. De azt gondolom, hogy nekünk nem is ezzel kell foglalkozni, hanem tényleg azzal, hogy az első rossz kezdés után mi egy most jó folytatást mutassunk. A Puskás Akadémia Kisvárda mérkőzés vasárnap 13 órakor kezdődik. A forduló további párosítása a következő: Kozár Miszlen Siófok, Nyíregyháza Spartakusz Mosonmagyaróvár, Dorog Zalaegerszeg, Grosics Akadémia Vác, Ceglíd Csákvár, Budaörs Szeged, Soroksár Békéscsaba, Szolnok Sopron és Balmazújváros Cigánd.